Itt vagyunk tehát az orosz pályán, kedves nézőink, és a Kebab Keepers teszi ki most a két operátorát, először egy támadót, miután a szala megszabadult Capitaótól. Ez volt a banya egyébként, azt hiszem még a Vágynak az előző club meccsen, ez már egy teljesen másik meccs, viszont az operátor bannok ilyen tekintetben lehet hasonlítani fognak, viszont most Maverick ban, Cafén abszolút megszokott ez is, ahogyan amira is. Jön és lássuk, hogy mit tesz ki a Salamander védő oldalon. Lesz a negyedik bannolt operátor. Ja, Vamai, esetleg Maestro vagy Echo közül valaki. Talán egy golyó, ami még itt benne van. Egy Echo végül. Klasszikus, hogy most klasszikus banfészt láttunk így. Jön akkor az első pick phase a mérkőzésen, ne felejtek, hogy a szala védőben kezd, szóval azért beszéltünk arról, hogy már talán enyhült a védő fölény Cafén, de így is azért még ez egy picit kellemesebb, úgyhogy a Maestro, Vamai, Mute, Jäger, illetve Golyó ötössel a Reading Roomot azért meg lehet oldani. A Smoke nekem egy nagyon picit hiányzik, hogyha őszinte akarok lenni, viszont nem annyira hiányzik, mint mondjuk az előző meccsen, amikor felidéztük a CC cash védelemben, hogy nincsen smoke-nál, az azért durvább eset volt. Ez itt nyilván egy sokkal összeszokottabb csapattal nem mondható hibaként, ez csak simán egy ilyen stört, amiben nincsen smoke. Így van, és Reading az első size, Reading és Dining egészen pontosan. Salamandertől. Már láttuk tőlük korábban is, hogy előszeretettel választják ezt a szájtot. Csak a szokásos infoszok fentre, freezerre, fürdőre, koktélre. Csongító jön majd gondolom egy shield meg a pixelre, így van. Strike pedig még szökeket nyit magának, illetve hát mások meg itt koktélban játszanak majd. Közben így, hogy nekem nem kell a játékot irányítanom szerencsére, mert erre van egy biztosabb kéz, azt hiszem, hogy elkezdek jegyzetelni, amit így meg tudok tenni, vagy hát ha egy kicsit mélyebb elemzéseket tudok majd ennek kapcsán adni. Igaz, hogy azért erre tartjuk Popetet. Úgyhogy meglátjuk vajon mit tudunk kiszedni esetleg ebből a mérkőzésből. Az biztos, hogy Salamander sokkal esélyesebb ebben a körben és az egész meccsen is. És egy olyan meccset szeretnék látni, vagy szeretnénk látni, ahol fölényesen játszanak a magyarok, és magabiztosan mennek a következő körbe. Jackal közben már itt Train és Will környékén egészen milyen bent a mapon. Train felé támadásra készülhetnek tehát a törökök. Tőle egy drón is majd. Nincs benne, mert nem fog tudni bemenni. Pianóban pedig már Zófia és Termite. Úgy kiszedték a Csonki golyós jegyét. Éppen lépésenként építik fel ezt a támadást. A Salamanderesek pedig vonulnak egyre visszább. Megvan egy Maestro-kem. És itt van a találat. Elkapják a Jägert, miután meghalt az Ash, úgyhogy ez nagyjából egy fair trade most a csapatok között. Viszont a Jackalt kivégzi Csonki, úgyhogy emberelőnyben a magyar team. 60 másodperc van hátra az órán, amikor egy picit megnyugodhatnak a kedélyek, és a Kebab Keepers egy picit regroupolhat, ahogyan angolul szokták mondani, vagyis újrarendeződhet. Átgondolhatják, hogy mit akarnak. De tulajdonképpen a Salamander ezt nagyon magabiztosan kontrollálja ezt a kört. Diffusere sincsen egyébként a törököknek, és egy gyönyörű kije viszont van a headshotnak. Egy cíni csonkitól nem talált, viszont a headshotot van.
egyedül marad a Nomad, meg van neki még Strike, 1v3-ban kell folytatnia. De Szabi befejezi a kört. Sima win Salamandertől az első Sighton. Józa dicséri meg közben Csonkit. Tényleg szép lövés volt ott piano ajtóra White Hall V-en. Bar Cocktail érkezik a második körre. A támadó ötös eddig változatlan, tehát van idő is. Teljesen ugyanaz, ha jól látom. Igen. Rike volt, vagy most az Iozai volt az entry, de utána válaszoltak rá. Egy viszonylag lazi első kör volt, headshoot-tól gyönyörű a headshot, és utána pedig szokott eleganciával hozta Chonky a következő killt, majd Like a Boss még próbálkozott, de megvolt a lezárás headshootnak ugyancsak, úgyhogy az ő duplájával jövünk a második körre. Fenti Sight, a Szala nem kicsömbbe megy, de úgy gondolom, hogy ezt vártuk őket ismerve. Jön hasonló, teljesen hasonló a setupjuk még az előző readinges körben. Nézzük az ADS-ek, jó shield, kicsit kevesebb szöget nyitnak talán. Szeretlen annak, hogy most több reinforce jutott fentre. De egy teljesen megszokott setup-pal. Érkezik a támadók már a tetőre. Hamarosan nyílnak a hedgehog-jokon által. Érdekes, hogy nem játszanak Sledge-et sem Buck-ot. Mondjuk egy kicsön támadásnál érdekes lehet. Hiszen hát az Zófia, illetve Ashe-re elhagyatkozni, meg Jackalnak a másodlagos shotgunjára, de az messze olyan hatékony, mint mondjuk Bucky. Persze több idő, és lassabb váltás a fegyverek között. Viózanán, hogyha tökéletes, ott van egy dupla, amit refregelnek, de azt hiszem, hogy az ezzel együtt sem jött ki rosszul magyar szempontból. A Zófia és az Ashe is jó pick egyébként, egy nagyon jó trade a Jägerre. Konkrétan jobb nem is lehetett volna, úgyhogy Golyó Shield Vamájjal és ADS-ekkel van itt piano ajtóban. Persze, ezt nem nagyon lesz, aki kiszedi, ezt végig kell tolni. Majd gyalogosan az ellenfélnek, ami hát nem egy kellemes dolog, hálátlan feladat. Majdnem beakadt egyébként ott a harmadik kill is. Nem sok kellett volna hozzá, hogy ez egy triple legyen tőle. Meg is nézzük gyorsan, amíg egy kicsit leül a kör. Vioza kifut, elkapja Elengét és aztán Quarterner-t. Úgyhogy nagyon meg kell dicsérni Viót a dupla entryért. Viszont talán a támadók is tudják, hogy lehet, hogy itt forgatni kellene másik oldalra, mert pianót nem fogják tudni így elfoglalni. Ugyanelőre még maradnak itt. Termájt megy át máshova alól a tetőn, lehet Skylightból próbál megszerezni egy killt. Ezért kár volt egyébként. Egy shoot itt nem volt egyébként annyira idézőes high groundon, hogy erre rá kelljen píkelni, és aztán elesik a golyó is, fordul a kocka. Ez így nekem nem tetszik, viszont bang! Elkapja még a keszölünket is. Mik a keszöl az nem is volt a boldogi Fadörnek, ami útját néztem valamiért annak. Strike visszalő egyet, 1v2-ben van. Megvan a spot a Nomadről, a Termite is itt van egyébként Cigarshopban, szóval egy irányból jönnek a támadók, ami egy Alda LMG-vel szemben, jó hír, meg az is jó hír, hogy 10 másodperc van hátra az órán, bepussol a plant reményében Cuki Sight-ra, elkezdi tenni, fedezi őt a Nomad, vagyis hát fedezné, de Strike szétkapja őt, nem tudja pontosan Cuki, hogy hol van a Maestro, már csak most ráfut, de nincs idő, Strike lehozza az 1v3-at, 2-0 a magyaroknak, bravo Roland, bravo Szala. Szépen le tudta bontani 1v1-ekre ezt az 1v3-at. Így meg tudta nyerni. Nem volt egyiknél sem refreg. Nőtt White Hall V-től, aki már
nagyon előre továbbra még a többiek a cigár környékén még a plantre fókuszáltak. Majd megváltasz okosan, még megy le a diffuser előtt a coverelő játékos, nem tudom, pedig csak időre kellett játszani, hiszen 5 másodperc volt vissza. Egyébként szép próbálkozás volt a törökök részére, és az meg kell adni, hogy ezt visszalőtték, ez a kettős ember átrány. Abból adottak egyébként a problémák, hogy meghalt a Vamai, Szabi volt talán. Igen. És próbálták felvenni az ő poziját, és próbáltak úgy forogni, hogy Whitehall-t továbbra is tudják tartani. Pedig Strike Latch-át láthatjuk újra. Ezt úgy csinálta, hogy kell. Strike egyre rutinosabb az ilyen Anchor és Flex operátorokon. Tegnap például Echozgatott, de ma a Maestro még talán annál is jobban megy. Így egy szolid duplával nyitja ezt a pályát. Ahogyan egyébként Vioza dupla entry-vel nem csak az előző kört nyitotta, hanem kettőből kétszer övé volt az entry frag eddig. Lássuk, hogy harmadjára meg lesz-e. És elérkeztünk kicsömbbe végre. Meglátjuk, hogy mennyire lesz hátrány az, hogy úgymond breaching charge-okra, rakétákra és gyakára van hagyatkozva a támadó team. Néhányuk az a Salamander is előre kinyitott. Nyilván ebből nem csak tudok a ajtókat tartani, illetve ablakokat. Bakery felől érkezik majd a támadás. Hárman is ott helyezkednek el, ez azt jelenti, hogy nagyjából két játékos próbálunk majd clear-elni. Vagy megpróbálni bemenni fent. Van Vigil a Reading Man. A Jackal az olyan mélyen jön. Nem figyel rá. Látj is a lábnyakaton, és térkezik is a track. Dogi fog segíteni a Vigilnek. Na, headshot, vagy pedig bang jön ki jobban ebből a párharcból. Történnek a dolgok alul is, de azért itt többnyire a fókusz fent van a library környékén, Vioza code-checkben van, Strike pedig várja egy betöltött LMG-vel az ellenfelet, service környékén, bang továbbra is kivár, vár arra, hogy headshot rápusoljon esetleg, de headshot is türelmes, ez itt most abszolút egy olyan dolog, hogy az veszíti el körülbelül ezt a párharcot, aki hamarabb veszíti el a türelmét. Csak ugye az a védőknek kedvez, tehát... Szabja ezt jól csinálja, mert amíg a Jackal nem padlódban, és hasonlók, addig a Scythe-on nincs egy gyomács rajtuk. Tudnak helyezkedni a sokat társai. Nem értem, hogy amúgy a Jackal legalább headshotot miért nem pusolja le, mert oké, hogy nem nyitogatja addig a padlót, az teljesen érthető, de hogy még csak nem is nagyon tartja azt az angle-t. Úristen, Doggy Father, mekkora kill! Szabja és Doggy tud egy-egy kill-el refragálni, de le fog menni a defu. 3v3-ban kellene retake-elni. És már 2v2, hogy ezt kimondom. Dogi lőtt vissza egyet. Mind a két játékos Bakery-ben helyezkedik el. Megy rájuk egy füst is, érkezik oldalba headshot. A smoke megöli a kifutó játékost. Szabit viszont ellöki az edge-be, és ez így nem jó. A termite be tudja fejezni egy duplával. Nyerik az első körüket a törökök is. Ha nincs ott az edge-be, akkor minden bizonnyal ezt le tudták volna klatcholni ketten. Cuki nagyon ott megy, 5-1-ben jelenleg, és egy 100%-os koszt, ami azt jelenti, hogy mind a három körben elért vagy killt, vagy pedig ugye mondjuk objective plate, vagyis disable, vagy pedig diffuse plant, vagy túlélte a kört, vagy pedig visszatrédelték, azt hiszem 5 másodperc a szabály, 5 másodpercen belül. Gyorsan nézzük meg a legszebb killeket ebből a körből. Hát azt hiszem, hogy Doggy kijére mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a nap egyik, hanem legnagyobb kije eddig. És aztán a riték úgy néz ki, hogy összejöhet, de mégsem. Volt, mikor sikerült Doggynak a füsttel trédelnie magát, még jónak tűnt, aztán az edge-en. Hát elrontott mindent. Itt a dupla. Ez a termájtát tudta hozni. És visszamegy a Salamander readingbe.
nem erőltetik azt a kicsőnszájtot. Inkább játsszák azt, ami működött. Talán ezt lehetnék meg a legsimábban. Szokásos szala elképzelésből nem nagyon lép ki most a csapat, tehát annyi, hogy nincsen headshot, vagy bocsánat, de headshotom van a Vamai, azt hittem valamire cseréltek. Dogi viszont ezúttal mute, elég gyakran látjuk őt, vagy láttuk őt golyón is, de Csonki az, aki hozza ebben a körben. Lehet, hogy innentől kezdve ez lesz a rendszer. Vióza bújik a piano mellett, konkrétan itt a stage-en. Ki tudja, lehet, hogy jó ideig tud maradni. Hogy őt elmisszált egyébként az a drón. Az a drón az nem egyel lejjebb volt? Az is lehet. Ez biztos, hogy nem, amit most kilőtt Csonki, viszont az nem ért el odáig. Aha, egyel lentebb volt, köszönjük szépen, Daddy. Nagyon cool vagy. Ja, szóval Viorzáról elvileg nem tudnak. Szóval nem is olyan akarnak oda menni, mind a négyen, öten mining felől mennek, megpróbálnak, lehet rusholni egyet szájétra. Nyilván a szükséges sugat, hogy ezt fentről, hogy ki vannak lőve fentről. Strike döntött szekrénytől tartja lobby ajtót, illetve fentről is van neki segítség. Lentre fókuszálnak már a védők is, tudják, hogy fent nem nagyon szállítani semmire. Facebookomból nagyon rengeteg info meg lesz. Még azt nem tudják kiszedni. Egy kontakt kialakulhat akár. Dogi VS, Card Turner, Dogié a nyitó ebben a körben. Ritkán látunk ilyet, a magyar CK többnyire kimarad az opening killekből és az opening halálokból is. Közben kandallon keresztül akár meg is láthatná Csonki az ellenfelet, és meg is tegelgeti Like a Boss-t, viszont kill nem történik, csak amikor Cuki ránéz, Vióza elindulhat Red Flankre. Érkezik Bang. Tartani. Tiózai volt az előny, hála csak áll hatalmas. Hát fegyvercsövének gyakorlatilag, sokkal előbb meglátta őt. 3v4, megy le a diffuser közben. Na, erre megoldás van. Nogi eldövi a plant előt. Na, a boss tud még egyet rifregálni Vióra. Egyet még mindig fent. És érkezik a push site-ra. Strike nem tudta ellőni, így a Zófia megölte Dogit. Nem, hogy jött a rifregés. Headshot-tól a befejezés. Ismét egy viszonylag sima win a Salamandertől. Pontos volt az a körön belül, amikor Dogi el tudta lőni a plantelő játékost. Ez szerencsére a kompetitív játéknak a miensége, hamarosan beszélünk erről is, előtte még egy tekintés, egy rátekintés a scoreboardra, ugye ez a sokkal bővebb scoreboard, amit itt látunk. Multikill köre mindenkinek van már a szalából, az egy nagyon impresszív statisztika. Egyébként pedig a rétingek alapján azt látjuk, hogy viszonylag együtt van azért a magyar team. Még egyszer nézzük meg, ahogy a negyedik kör hogyan ért véget. Viózzának van olyan kill 0-40-nél, aztán pedig a lezárás. Itt Doggy Father nem hagyja, hogy lemegy a diffuser, és pont ezt akartam mondani, hogy kompetitív szinten sokszor látunk ilyet, hogy egy csapat elkezdi tenni a diffuser, de a másik azt megakadályozza. Ez annak lehet érdekesség, vagy újdonság, aki mondjuk eddig csak ranked-en játszott, mert ranked-en azért, ha valaki elkezdi tenni a diffuser, többnyire le is szokott menni, ott a csapatok inkább TDM-re játszanak, nem pedig arra, hogy majd lemegy a plant, vagy pedig sem. Jön igaz azért ott a végén, amikor Drogi meghalt, lehetett látni, hogy Zofiát már lövi Strike oldalba. És nem trédelt és vissza. Nényben ez már gyakran nem számított a körsz kimenetének szempontjából. Bár és koktél a szájt az ötödik körben. Maga biztos Salamander vezetés eddig.
Ezt a Scython viszont legutóbb Strike-nak egy 1v3-at kellett klatcholni. Reméljük most azért könnyebb dolgok lesz. Jönnek ki a flash-ek szigára, érkezek a drónok, meg már droppolja a Jack ellen és tartja Red lépcső alját. Drónozzák tovább őt trénbe, hogy van esetleg erre valaki. Vióza most megy le fehér lépcsőn egészen legalsó lépcső fordulóig. Bang esetleg, ha odébb megy, akkor beteggelheti a lábnyomát, beolvashatja Viózának. Itt akár még egy kontakt is lehet. Most elmennek egymás mellett a játékosok. Az a baj, hogy Vióza van háttal Bangnek és nem fordítva. Aztán... Chad Bang látja a lábnyomokat, szóval tudja, hogy erre járt valaki és pontosan hol van. Ez most baj lett. Cigár kontrollja közben lassan lehet, hogy már alakulgat a törököknek. Követi a lábnyomokat egyébként a Jackal, most fut vissza Vióza és hallja ezt a Jackal, egyértelműen rá is néz az ajtóra és gyönyörű a headshot, emberelőnyben a külföldi csapat. Próbálják meg kiszedni a jó shieldet Szabi elől. Még csak égetik az ADS-eket, illetve van már égetseteket, most már égetek. Estül a rakéta. Megint a golyó a shield. De a golyó nincs meg. Csonki. Levi vissza az ember volt. Hátrányt. Merész volt, de bejött. Szóval kevésbé. Az a baj. Egy csonkira, de mire ezt végig mondom, Strike már vissza is lő egyet, esik a Jack áll lent. Az a baj, hogy most nincsen semmilyen plan deny gadgetje a Salamandernek, tehát még az Evil Eye-t is kilőtték konkrétan, hogy ezt le kell fightolni, meg kell nyerni a firefightokat. Közben már Strike-nak vigyáznia kell, mert alig van töltény a másodlagosában. Igaz, hogy ő az, akinek legkevésbé kellene átváltania, hiszen az LMG-ben 80 plusz egy töltény van. Headshot elkap egy ellenfelet, úgyhogy emberölőnyben a Sala az utolsó 15 másodpercben. Cuki hozza a diffusert, viszont meghal és eldobja a Scythe közepén. Doggy Father-t kell dicsérni, Like a Boss bejön, viszont Strike szemből a Maestroval egy elevated head level angle-ről elkapja. A Sala 5 kör után már 4-1-re vezet. Café Dostoyevskin. Annél volt már plan deny gadget, de nem is nagyon kellett, minden szétol gyakorlatilag robbant a Scythe-on. Annél volt safe plan pozi, mindenhova crossfire-jei voltak a Salának. Whitehall VM megnyerték a gunfight-ot és onnantól. Már nem is nagyon kellett másra figyelni, csak cigára ajtóra. Nézzük is a replay-eket a körből. Valahogy Vióza, gyakorlatilag berohan Ben karjaiba, majd Csonkitól ez a merész píkelés. Tehát nagyon sokan lelőtték volna, de bejött. A kör végén, ahogy próbálnak betöpusolni, Scythe-ra plantelni, gyakorlatilag is tudják hova nézzenek, mindannan engelek vannak rájuk nyitva. Ismét kicsön a Scythe közben. Legutóbb itt nem jelent sikerrel a Salamander. Látjuk, tudnak-e javítani. Ez volt az egyetlen kör, amit elbukott a Salamander. Ahogyan ugye ez logikusan kiderül Popet szavaiból és az eredményjelzőről. Igaz, hogy akkor lement a diffuser, és ezt azért meg lehet akadályozni. Például azzal a 2C4-del, ami ott van nekik, vagy akár egy kicsit szerencsésebb flankel, hiszen ha megnézed Popet, most nincsen Nomad az ellenfélben. Így van, ugye előző kört konkrétan Nomad edge-be mentette meg neki. Viszont azért... És meg kellene valahogy oldani, ne tudják gyorsan kibreach-elni A falat. Előkerült közben Sledge. Úgyhogy most már még több Sod Destruction lesz támadó oldalon. Ismét békedíték azt tapolnak többen. Minden Salamander játékos a földszinten helyezkedik el, nincs Rome.
Vigil helyett Valk érkezett, több info legyen. Ez a kör nagyon-nagyon lassan indul. Egy álmoskás hatodik kör, amivel látszólag lezárjuk az első fél időt. Bárki tudja, általában az ilyen álmoskás kezdetű körök szoktak a legpörgősebbek lenni a végén, úgyhogy nehogy pislogni merjetek, mert még a végén lemaradtok valamiről. LNG és Like a Boss is nyitja a fő side, hát nem az, hogy fő side, az A side feletti plafont. Ugye ki lehet nyitni újabban, mióta a Café River körbe lett, azt a részt is, ami nem site, hanem kicsit ugye mellette van, ezért akartam így kiemelni. Ha mennek a pingek hát, a Csonki tud esetleg C4-ezni egyet. Miközben, bocsánat, nincs már Csonkinek C4-et, csak Szabi tudna. Hát ugye ez az új ping az emberre, hát... Ez játék szinten egyébként undorító, az nagyon okos, hogy használja a Salamander természetesen. De ez nem lennék meglepve, hogyha sokáig nem lenne benne egyébként már a kompetitív futban. Vioza pusolja fel közben, és jön Red Hallway-en keresztül egészen LNG-re rá, és meg is van aki... Hello, Vioza! Not like this! Ó, és pont Caféról eszembe jut egy legendás pillanat, amikor Penix elmiszelte Higgs-et. És Viózának megvan a kill, jól van. Hú, csak megvan a kill, és aztán ott a dupla, tripla. Jól van, Viókám, így teljesen bocsánatos a bűn, Bang riflegel egyet strike-ra, viszont Vióza még mindig erre van, ott lehet a quad kill, hogyha eltalálja Benget, még az S van életben rajta kívül, csak megvan a quad kill, a észről viszont beszélhetünk, ez a kérdés, nem mert Dogi fejvel lövi Quarternert, Vióza 4K a körben, Dogi pedig befejezi. Hát igen, ahogyan mondtam, hogy az álmoskáson kezdődő körökből lesz a legizgalmasabb végjáték, ez pontosan így volt, 5-1 az első félidő a magyarok számára. Azért eléggé rossz is elsületett volna az a Sledge-es történet ott piros lépcsőn. Szerencsére a Sledge-nek fogalma sem volt, hogy ott van Vioza, úgyhogy sprintelve futott le, úgyhogy meg tudta hallani. Hamarosan megnézzük a side setupját és a pikjeit védő oldalon a török csapatnak, de előtte itt van Viózától a 4K, mind a 4K-t láttuk FPS-ből, hatalmas dicséret Bondalinek. Még az utolsó kill, hogy Dogi fentről tudja deniálni a plantot és ezzel fejezni a kört. Jó, az én 877 killel. Kicsit kiemelkednek a szalából, túl a Cukiasz, aki 7 killel rendelkezik. Meglepő, hiszen végig jól játszott Termájtot, illetve ilyen support volt. És neki a legjobb egyébként a kosztja a törököktől 86%-kal. Az azt jelenti, hogy az első fél időben csak egy olyan kör volt, amire nem volt kifejezett ráhatással Cuki. Másik oldalon pedig Doginak 100%-os kosztja van, mind a 6 körben kivette a szerepét. Jön az action phase. Hasonló felállás közben, mint a Salamander, annyi különbség, hogy valószínűleg a törökök próbálnak majd szigárban is játszani. Több ADS és shield is van, tehát a Kessel barikád a dupla ajtón. Hátba ne tudják lőni South-ról. Most nyílik majd hamarosan a két hatch. Még Dogira várnak a tetőn. Hát az ott egy elég érdekes setup. Több mint érdekes. Ilyet ezt konkrétan nem is nagyon láttam még közelítésben, legalábbis biztos, hogy nem ilyen Challenger League quali szinten, hogy olyan, mint hogyha Mirához tervezték volna ezt a setupot, de Mirát ők bannolták ki. Szóval nem is nagyon értem. Headshoté az entry, viszlát, bang.
Ez olyan BDS-hez hasonlít egyébként, nekik volt ilyesmi, hogy egy küldben cigárban valaki, ez az Edge viszont nagyon nem lehetett kellemes. Ment még egy, azt ki tudja lőni a smoke. Jön viszont a Breaching Ground, és aztán a harmadik már felfogropja, nem, mert egy kicsit több ADS volt, mint számítottam. Jaj, de szétkapják a berendezést, és a török srácot is. A magyarok csonké végül a találat, dupla ember előny a miainknél. Egy angled like a boss itt próbál kontrollálni, de abban nem hiszem, hogy bele fog nézni, hát leginkább viózza, aki arra felé sertepertél. Ellenfél Vamaya pedig fekszik a szokásos Vamaya angle-ön, amit pixel angle-nek hívunk. Nem tudnám megmondani, hogy hol a következő kontakt, talán Dogi fog rámenni Quarternerre. Ennyire ki fogják szedni szerintem ezt a shieldet. Nem, Dogi előbb pushol, lehet nincs már utility rá. Szóval már mindenképp ki kell innen valahogy szedni. Anélkül elég nehéz ezt pusolni, a flash jó. De nem ért pucik rá follow-up. Sikerül kiszedni a Vamai gadgeteket. Most egy kis utility szimulátort látunk. Szerencsére a Shadow Legacy-val ez egy picit eltűnögetett, de azért mindig szerves része a játéknak. Kicsit több gunfightot látunk ebben a szezonban, mint előzőben. Viózának megvan Like a Boss, és utána egy refrag, majd pedig itt Barbex Store-ban esik a Doc. Quarterner egyedül van 1v2-ben. Viózát nem hiszem, hogy tudják visszatelni. A magyarok, a Diffuser pedig le fog menni headshot részéről. Nagyon szép munka a magyaroktól. Jól van, headshotot nem szedik ki. És nem tudom, Vióza pontosan hol esett. De szerintem nem lett, hát az olyan a fotót felszedni. Bár közepén. Igen, de egy V2-ben. Most fog feljönni egy fehér lépcsőn. Nem van már koktélban. És ő is fejezi be a kört. Szépen kijátszott salatámadás. De itt a végén volt egy kisebb hullámvölgy. Sikerült orvosolni. Ma már nem egészen tudták kiszedni a poziából. Abból adódtak a nehézségek. De csak összejött a végére. Szép volt. Azt kezdtem még elmondani egyébként, hogy láttunk már hasonló stepokat, főleg a BDS-től, hogy close range-a valaki mute vagy smoke beül szigárba shotival. Mögött pedig le van castle-özve az ajtó. Csak ahhoz még, hát kellett volna az az ember, akit azt hiszem Szabi lőtt le a teszőről. Jönnön az új csalolt, hogy segíteni, hogyha szükséges. Emiatt nem működött ez a fajta védés most. Pedig az utolsó killek, hogy be majd be tudja fejezni Viózádért, majd Csonki és lövi őt. Szemmel már nézhetjük az alsó képet, ahol egy újabb bár próbálkozás van a törökök részéről. Ezúttal itt mit kezdenek vajon a falakkal? Úgy látom, hogy ugyanazt, valószínűleg stratot próbálnak megtanulni, betanulni, hogy ezért csinálják pontosan ugyanazt, mert egyébként nem lenne olyan kifejezetten okos dolog. Maximum az lehet még ráér, hogy nincsen egyszerűen más strata tarsolyban. 3-1-es entry KD-je van Viózának, kifejezetten szép mutató. Érdekes, hogy Strike ugye egy pár hét alatt hogy átformálódott entry fogadó és adóból egy ilyen side player-ré. Egyébként nem lehet könnyű szerintem egy ilyen változás. Ahhoz képest egész jól muzsikál Strike, és új karaktereket játszik, tehát mikor láttad Hibanán utoljára Strike-ot a közelített meccsben? Érted? Szóval... Tehát most, de... Ja, hát oké. Okay. Akkor nem számítjuk az előző 3 hetet. De ja, szóval ez az átalakulás lehet, hogy hosszú távon nagyon jót fog tenni neki is, és a Salamandernek is. Tudom, pedig ezúttal még nehezebb dolga lesz, hiszen érkezett Thatcher, aki kiszedett gyakorlatilag. Hát minden ADS-t és hasonlót, ami most használva válhatott volna. Swapping mags.
nem tudom, tudna esetleg droppolni, lehet okosabb lenne. Teljesen mindegy, mert jön Riohoza. És egy duplával nyit. Egy negyennél kettős ember előnyben. Salamander, ezt a proxyt lassan azért ki kell lőni. Meg is van. A Puppetet triggereli a proxy alarm. Engem pedig az, hogy Quarterner milyen sunyi angle-ön szedi ki Viózát, aztán pedig kap Like a Boss-tól egy headshotot Szabi, 3v3. Szó-szó, Dogi, nagyon kevés HP-n. Azért jó lenne ezt a kört megnyerni és 7-1-el tovább menni, felszed... Nem csak bocsánat, felkelt a földről az ellenfél, megint nálunk az ember, ami viszont ami nagy pozitívum. Most egy kicsit leült ez a kör, ezek a drónok. Ismét van, majd kellene innen kiszedni valahogy. Csonkinak nem sikerül. 2v2. Oké. Egy hajszára attól, hogy meghalljon. Nem vette szerintem észre, hogy bepusoltak site-ra. Megy lapland, Doginak a coverölni, egy megvan. Érzi, hogy honnan jön a vamáj, van róla info. Most már mindenképp van. Strike 1v1-ben marad. Ha lehozza, akkor vége ennek a mapnak. Rossz felé néz egyelőre a vamáj. Talán most már számít rá, hogy pianóban lehet Strike. Egy kis keringőzés ellöki őt az air jab. Strike hallja, hogy rászedett, de bait volt. Szerintem amely egyáltalán nem szemét rá, hogy koktélból fog érkezni a hibana. És Strike higgadtan megoldja ezt is. És a Salamander elhozza kafét. Bravo, Roli, szép volt az 1v1, a Salamandertől összességében pedig szép volt ez a mérkőzés. A törököktől búcsúzunk. Vióza az, akinek a legjobb a ratingje Dogival együtt, viszont Vióza 4-1-es entry-vel nagyon impresszív első kör feleket mutatott, és ugye in-game is több kije van és több pontja, szóval ő az MVP, és természetesen ti vagytok még az MVP, hogy itt vagytok már 3 órája és 8 perce a magyar közvetítésen. Azonnal jövünk vissza a következő mérkőzéssel, előtte még feljegyzem az eredményt, és azt, hogy itt volt egy strike 1v1, meg ugye plant is, 3-szor ment le egyébként a diffuser a mérkőzésen, ami több, mint például az előzőn, mondjuk az inkább egy ilyen ranked volt, ez azért már kicsit több köze volt a kompetitívhez. Popet, ha esetleg szeretnél még valamit ezzel a meccsel kapcsolatban, akkor nyugodtan mondhatod, de részemről akár mehetünk is tovább. Mindent. Akkor, kedves nézőink, farmoljátok a pontokat továbbra is, a szünet alatt a replayeket nézzétek meg, beszélgessetek, kérdezzetek, és szurkoljatok a következő fordulóban is a magyaroknak.